Első alkalommal ünnepeltek 100. születésnapot a Marosvásárhelyi Kálvin János idős otthonban. Az egy évszázada született Anna nénit az otthon lakói, dolgozói és családja köszöntötték. Meghatódva mondott köszönetet a 100 éves Anna néni mindazoknak, akik szeretettel fogadták be őt és gondoskodtak róla a Marosvásárhelyi Kálvin János idős otthonban. Az ünnepeltet szülővárosa Radnót polgármestere köszöntötte az otthon többi lakója és családja jelenlétében. A születésnapos szerint a hosszú élet titka a munka és a hit, ezzel családja is egyetért. A feltétlen munka. Tehát igazából neki nem voltak ilyen különleges egészségügyi elképzelései, vagy olyan receptjei, amit betartott ahhoz, hogy ilyen hosszú élet. Nagyon sokat dolgozott gyerekkorától, tehát 94-95 éves koráig, amíg bírta, nagyon-nagyon sokat dolgozott. Számára ez volt az éltető elem, amiért ilyen szép kort megél. Az otthon igazgatója az ünnepségen elmondta, nagyon sokat tanulnak az otthonban élőktől. Nagyon sokat lehet tanulni szinte mindenkitől. Anna néni a maga előrehaladott életévével, hát ugye közel 100 év volt már, mikor dekerült, most meg is érte Istennek hála a 100. életévét. Na, ennek az évszázadnak a tapasztalatait tudta át, tehát mindaz, ami benne leszűrődött bölcsességként, azt nagyon szívesen és tudatosan osztotta meg velünk. Hozzátette, öröm számukra a szépkorúakat köszönteni. Anna néni után még vannak a sorban olyanok, akiket reményeik szerint ugyanilyen vidáman ünnepelhetnek majd a születésnapjukon.